a hó és hó, zig-zig-zig, Missy Maszkófa, zig-zig-zig. Zenés kísérettel osztotta a Mikulás a finomságokat szombaton Érkerten. A környező házakból gyűltek össze a lakók egy közös, ahogyan ők nevezik, Mikulás utó karácsony elő ünnepségre. Újhelyi János önkormányzati képviselő körzetében már hagyományt teremtett ezzel a rendezvénnyel ilyenkor decemberben. Egy kis életet szeretnék vinni ebbe a lakótelepbe, mert nagyon sokat hallunk Józsavárosról, Örökösföldről, más területekről. Itt egy kicsit ezek elmaradtak a korábbi években, és már 4 éve, évenként 2-3 alkalommal alkalmat kerítünk, hogy az emberek összejöjjenek, és ez pedig egy ilyen Mikulás utó, karácsony elő szlogennel lett meghirdetve, úgyhogy ezeket, amit itt látunk, ők alkották, tehát a fenyőfát is közösen díszítettük, illetve mindenfajta külső segítség nélkül az anyagi részét én szponzorálom, amit nagyon szívesen megteszek. Tehát most egy a lakótelep apraját, nagyjának egy részét látjuk, akik aranyosak, meg hát szívesen itt vannak. Természetesen az ilyen alkalmakkor sem mulasztják el a lehetőségét annak, hogy beszéljenek az itt élőknek az egészségmegőrzés és a prevenció fontosságáról. Ennek szervezésében nagy segítségére vannak a körzet védőnő munkatársai, mondta el Újhelyi János. Nekem az életfilozófiámnak a lényegéhez tartozik az, hogy az egészségmegőrzés, mint gyógyító orvos, meg a gyerekekkel foglalkozó orvos, hogy minden egyes alkalmat megragadok az egészségnevelésre és az egészségügyi szűrővizsgálatokra. És itt minden alkalommal, amikor én valamilyen rendezvényt szervezek, akkor az egészségi blokk is ott van, tehát ha valakinek valamilyen gondja van, amit mi itt meg tudunk oldani, akkor egy picit segítünk tanácsadással, a szokványos vércukor, vérnyomásméréssel, másokkal, ami ilyen körülmények között megoldható. A szabadtéri program része volt az is, hogy az itt élők közösen díszítsék fel a városrész karácsonyfáját.